Videófelvételt készítek erről a Dual 1210-es full automata lemezjátszóról. Aki ismeri a Dualt, az tudja, hogy rendkívül komoly lemezjátszókat tud gyártani. Hát ez a régi szép időkből, de már pitch kontrollos, fordulatszám 75, 45, 33. Dupla tű van benne, ha átfordítjuk a tűt a másik oldalra, akkor alapjába véve a 75-ös fordulathoz is lehet tűmódot kiválasztani. Újszerű állapotban van benne a tűnek mind a két fele, de elmondhatom azt, hogy a lemezjátszó is újszerű állapotban van, sehol egy karcolás nem látni rajta, nagyon-nagyon szép, és rendkívül nagy tudása van. Bekapcsolom a hangjáról, ne is beszélve. Elindítom a lejátszást. Mindjárt rámegy a kar szépen a lemez elejére. Nagyon tudja, hogy mi a dolga. Mellette érdekes módon megcsinálták ezt is, hogy a lemezek méretét be lehet állítani, és akkor onnan kezdi a lejátszást a készülék. A teteje teljesen karcmentes állapotban van, mint hogyha vadonatúj lenne. De az egész lemezjátszó ilyen. A tű, a hang, minden arra utal. Kis hangot illusztrálok belőle. Le kell vennem a hangot, mert ilyen ismert zenei anyagnál, mindegy, hogy komoly zene vagy popzene, a zenei anyag miatt a hangot letiltják, és sajnos akkor az én illusztrációm is odavész, nem halljátok, illetve a kedves nézők nem hallhatják. A teljesen eredeti verziójában van a kábelezése is, még a DIN 5-ös kábel van hozzá. Ezt egy egyszerű fordítóval használom most jelen pillanatban, ami van nekem, de azt nem tudom sajnos odaadni, mert nekem is ez az egy van. Innen megy át nekem RCA fordítóba az erősítőbe, ebbe a kis Onkyo-ba. Gyönyörű hangja van. Hát nagyon sok szép órát, kikapcsolódást, zenehallgatást kívánok ehhez a készülékhez. Elsősorban gyűjtőknek ajánlom állapota miatt, mivel teljesen új karcmentes állapotban van. Nagy felbontású képekkel még illusztrálni fogom ezt. A tetejét, a plexit, mindent. Köszönöm szépen, hogy megtekintett a videó.